1-2, mikrofon próba. Mikrofon próba. Ismere olyat az ismerős körében, akik ide visszaköltöztek Salgótarjánból, egykor itt laktak, elköltöztek és visszaköltöztek, vagy esetleg olyat, aki sosem lakott itt és ide költözött? Hát sajnos így hirtelen nem üt eszembe. Nem ismerek olyat. Igen, olyanról tudok, akik nemrégiben költöztek haza Salgótarjánba, és nagyon boldog voltam, és úgy tudom, hogy ők is nagyon jól érzik itthon újra magukat. Nekem is a legjobb barátom, ő Budapestre költözött, aztán... Szerintem egy olyan 10 év után legalább most visszaköltözött Salgótarjánba. Gondolom vannak, akik ide is szeretnének költözni, hiszen hát gyönyörű hegyek és környezet van itt, de hát a belváros miatt vannak, akik elköltöznek, mert belváros kicsit újítani kéne, mert az ilyen kicsit régies, de amúgy megvan a maga szépsége. Ezt így el tudom képzelni, hogy nagyobb városokból Covid idején visszaköltöztek, de nem ide inkább, hanem a környező falvakba. Azt tartom inkább szerencsésebbnek, mert jobban el vannak szigetelve az emberek, közelebb vannak a természethez, nem járnak nagy tömegbe, meg hát attól, kinek hol van rokona. Tehát ez is nagyban befolyásolja a dolgot. Szerintem az emberek egy idő után besokalnak a nyüzsgéstől, és azt gondolom, hogy ez egy nyugodt város, gyönyörű környezetben, és én mindig elcsodálkozom, amikor beérkezem a városba, én Pálfalván lakom, és ahogy megérkezem a városba, és attól szebb látvány nincs, ahogy a várnak a látványa fogad, és amikor kel fel a nap, ezt én annyira imádom, és minden nap elmondom, hogy ez egy gyönyörű látvány. Én sem szeretem a túl nyüzsgő város, nagyon szeretek nagyvárosba ellátogatni kirándulásként, de igazából ezt a nyugodtabb környezetet szeretem jobban. Csak a saját példámból kiindulva, az én lányom is itt végezte el a gimnáziumot, és már 12 éve nincs itt. Tehát, és nem is vágyik vissza, mert végül is itt nem nagyon, hogy mondjam, egyszer próbáltam neki a végzettségének megfelelő állást nem is ha szerezni, csak utána néztem, hogy milyen lehetőségek vannak az önkormányzatnál például, diplomával, jogi diplomával, de nem is kaptam visszajelzést. Tehát úgy látszik, nincs is rá szükség, hogy visszajöjjenek. Nem éri meg idejön. Szerintem sem. És miért gondoljátok így? Szerintem nem olyan jók a munkahelyek itt Tarjánban. Szerintem sem. Uh-huh. És akkor a munkahelyek az, ami rossz itt? Ami miatt hát, egyáltalán nem éri meg idejönni. Nekem az egész város nem annyira tetszik, mint hogy jól. Kevesebb lehetőség van itt, igen, mint például Egerben, igen, vagy akárhol. Igen. És esetleg mit gondoltok arról, hogy mi lehet az a dolog, ami miatt viszont akik ide jönnek, azok ide jönnek? Tehát, hogy mi az indokuk, hogy miért jönnek ide? Nem tudom. Lehet, hogy egy másik városból jöttek ide, ahol még rosszabbak a munka, vagy bármilyen lehetőségek, amik itt mondjuk jobbak. Aha, és esetleg arra vonatkozóan, hogy mennyire ismeritek itt a környéki természeti adottságokat, nem tudom, szoktatok-e járni várhoz például, hogy milyen szép helyen élünk egyébként, hogy ilyen völgyváros az egész, és nem egy tipikus Budapest, ahol Pesten, nem tudom, egymás mellett van egy csomó ház összezsúfolva. Hát, szerintem ebből a szempontból elég jó. Igen. Mert ez egy pozitívum, meg ezt találtunk egy pozitívumot. Igen. Sok itt a kirándulási lehetőség. Igen. Aki ide költözik, tisztelet és becsület neki, mert ugye elég nehéz elhelyezkedni, mert az egyik unokámnak is ilyen problémái vannak. Hát a családkezdés az biztos, hogy pozitívabb dolog itt, mint más nagyobb városokban. Ezt miért gondolod így? Hát helyi szinten olcsóbbak az ingatlanok például. Aha. De viszont az a hátrány, hogy hiába, hogy olcsóbbak az ingatlanok, kevesebb a lehetőség. Ugye a városba, szórakozás, stb. De hát családkezdésre jó hely. Aztán, ha emelik a színvonalat, akkor dobbantani kell valahova, de nekem nincs vele semmi bajom. És ön szerint mi lehet a megoldás esetleg, hogy vonzóbb legyen a város?
Hát először is. Hát ha nem először, de Karancsszálló az benne van mindenképpen. A strand környékét nagyon szépen rendbe lehetne rakni, ez gyönyörű. Ez az országos szinten szerintem az egyik legszebb turista központ lenne. A környező hegyek még aztán adják magukat. Karancsszálló, Medves, ezek mind ilyen vonzók. Csak hát ez meg kéne teremteni a szállás lehetőséget, meg a reklámot. Meg magát azokon a környékeken megfelelő ellátás, tájékoztatás, akár lakhatás, vagy étkezés, tehát ezeket mind, ez meg mind beruházás, ehhez meg vállalkozó kéne. Ennyi körülbelül. Akkor összefüggnek a dolgok? Hát összefüggnek, igen. Tehát, hogy mondjam, ha volna, akkor jönnének, de ahhoz, hogy legyen, vissza kéne jönni. Tehát egy ördögi kört tulajdonképpen. Hát valaki, aki beruházza a pénzét ebbe, azt talán megteszi az első lépést, hogy ebből legyen valami. Aztán reméljük a következőkben jobb lesz. Mit tanácsolsz annak, aki mondjuk ide költözik Salgótarjánba? Hogyan boldoguljon itt? Hú, hát mindenféleképpen kiránduljon. Én azt tudom ajánlani, a Salgói várat, az nagyon szép. És akkor arra rá lehet látni a városa, hogy milyen szép. Gondolja meg. Gondolja meg, mert nem igazán nagy perspektíva, mint úgy látom. Tehát munkaerő szempontból és munkahely szempontból sem túlzattal jó, illetve a maga az egész agglomeráció egy elmaradott. Tehát aki egyszer elment innen, nem valószínű, hogy vissza fog jönni. Hát azt mondanám, hogy azért fel kell találni magát az embernek, mert a sültgalom az nem repül senki szájába, de azt gondolom, hogy mindegy, hogy hol élünk, hogyha beletesszük az energiánkat, akkor bármit elérhet az ember, és ez nem helyfüggő. Igen, és talpra esetnek kell lenni, és meg kell találni azokat a csoportokat, akik egymáshoz tudnak kapcsolódni, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy összefogással bármit el tudunk érni.